Egy kórház működtetésében nagyon fontos szerepe van a higiéniának és a folyamatos üzemeltetésnek. Az egyik ilyen fontos állandó üzemeltetés a Szekszárdi Kórház műtőblokkjainál az áramellátás megszakítás nélküli fenntartása. A fokozott biztonsággal és egyenletes, megszakítás nélkül ellátott fogyasztókat, ilyenek például a műtőblokkok, szünetmentes áramforrásokon keresztül táplálják. A Tolna megyei Balassa János Kórházban 9 ilyen részleg található. Most a műtőblokk tetőterében vagyunk, és a háttérben a klímaberendezésekhez tartozó csővezetékeket láthatjuk, amik a műtőblokkban lévő 9 darab műtőnek a steril levegőjét szolgáltatják, illetve a légcseréjét. Itt történik a levegő eljuttatása ugye megfelelő helyre, és a levegőnek a kezelése. A műtőkben steril körülményeket kell tudni biztosítani. A karbantartás az gyakorlatilag folyamatosan zajlik, itt gyakorlatilag ventilátorok vannak, vezérlőberendezések, érzékelők, a ventilátoroknak az égszíjai kopnak, kopóalkatrészek, ugye előfordul meghibásodás, kondenzvíz elvezetéseknek az ellenőrzése, stb. Leggyakoribb az ezek az égszíj cserék, ugye azok folyamatosan kopnak, aztán ilyen eseti, tehát nem releváns, nem tudnék jellemző hibát mondani, mindig más hiba lép fel gyakorlatilag. A tetőtérben került még elhelyezésre gőzfejlesztő berendezés, ami a sterilizáláshoz elengedhetetlenül fontos, tehát az orvosi műszereknek a sterilizáló gépeit látjuk el gőzzel, illetve szintén a tetőtérben van még kazánházunk, ahol ugye az épületnek a fűtése, illetve a szükséges használati melegvizelőállítás történik. És nem a tetőtérben, de a tetőtérből kilépve egy lapos tetős részen van még a klímaberendezéshez tartozó hűtőberendezés, amit úgy tudnék egyszerűen elmondani, hogy gyakorlatilag ez egy otthoni split klímához hasonló a kültéri egység, ami ugye a hidegért felelős magyarul. Nagyon fontos az például, hogy a gőzfejlesztőbe megfelelő minőségű víz kerüljön be, ugye az üzemidő, tehát a kazánnak az élettartamát ugye ez nagyban befolyásolja. Víznágyítás, vízkezelés itt zajlik, és ez gyakorlatilag a kollégák folyamatosan ellenőrzik. Só utánpótlás, berendezés ellenőrzés. Az üzemeltetési osztály munkatársai számos külső és belső problémát orvosolnak. Ilyen a patológia előtt található óriási fagyokér eltávolítása is. A patológiánál ugye probléma volt az, hogy a csapadékvíz nem tudott elfolyni. Ez különböző problémákat okozott, itt például itt a járdát, illetve a mögöttünk levő támfalat erodálta. A problémát azt a patológia mellett levő 3 darab fenyőfa okozta, aminek a gyökere gyakorlatilag elzárta a csapadékvízelvezető rendszernek az útját, amit most föltártunk, és a Viszmajor keretből ezt meg is tudjuk valósítani, ami körülbelül 10 millió forintos keret, de ez az egész patológia körüli járdát érinti, illetve lépcsőket. A támfalépítés kapcsán itt találtunk egy óriási nagy tuskót, ami gyakorlatilag a hírközlő vezetékre épült rá, és az eltávolítása során, mivel útba volt, sérült sajnos a hírközlő kábel, és aminek a javítását már elvégeztük, úgyhogy most meg fog történni a visszatöltése, illetve a rekonstrukciója. Gyakorlatilag ők már itt a támfal építés kapcsán ilyen különféle megerősítéseket, illetve ilyen betonozási munkák előkészítését végzik, alapozást. A lépcső az már elkészült, annak a kizsalúzása nem régen történt meg, és hát nyilván a többi lépés fog következni. A Szekszárdi Kórház üzemeltetési főosztály egyik egysége a műszerész csoport. Alapvető feladatuk a kórház orvostechnikai műszereinek berendezéseinek javítása, karbantartása, időszakos felülvizsgálatok elvégzése. Ennek a C-éves röntgenképerősítő orvostechnikai műszernek a javítása is a feladatkörükbe tartozik. Emellett a tévék, nővérhívók és egyéb elektronikai berendezések javítása, üzemeltetése is ide tartozik. Az itt dolgozóknak folyamatos üzemeltetés mellett kell ellátni a hibaelhárítást. Éves szinten körülbelül 2800-3000 hibajelentés érkezik, és ezen hibák 90%-át helyben tudják javítani. Ezáltal a berendezések viszonylag rövid kiesési idővel ismételten a gyógyítást szolgálhatják.